És ahogy utaltunk rá, az imént ma 7 éve történt a párizsi terrortámadás. Franciaország történetének legvéresebb terrortámadását hajtották végre 2015. november 13-án. Párizs több helyszínén szinte egy időben csaptak le az Iszlám Állam nevű terrorszervezet merénylői. 130 embert megöltek és több mint 350-et megsebesítettek. A terrorcsoport egyetlen túlélőjét, Szalah Abdeszlamot idén nyáron életfogytiglani börtönre ítélték. Mesdames, messieurs, nous vous invitons à respecter une minute de silence. Egy perces csenddel és az áldozatok nevének felolvasásával idézték fel Párizsban Franciaország történetének legsúlyosabb terrortámadását. Elsőként a Nemzeti Stadionnál helyeztek el koszorúkat, majd Elisabeth Borne, francia miniszterelnök, Anne Hidalgo polgármester és az áldozatok hozzátartozói a támadássorozat összes helyszínét felkeresték, hogy lerúják kegyeletüket a merénylők által lemészárolt emberek emléke előtt. Megemlékezett az áldozatokról François Hollande is, aki a támadások idején Franciaország államfője volt. A politikus a Twitteren azt írta, az idő nem törli el sem az emléket, sem a fájdalmat. Úgy fogalmazott, ma a támadások összes áldozatára gondol, azokra az életekre, amelyeket elvettek, mindazokra, akik minden nap együtt élnek egy szerettük hiányával. Minden túlélőre, tette hozzá. 2015. november 13-án este 9 óra 16 perckor, nem sokkal a francia-német válogatott futballmérkőzés kezdete után robbanás hallatszott a párizsi Nemzeti Stadion D kapujánál. Az arénában 80 ezren voltak, sokan azt hitték, tűzi játékot hallanak. De nem tűzi játék volt, hanem elkezdődött minden idők legvéresebb franciaországi terrortámadása. A Stade de France-nál egymás után három öngyilkos merénylő robbantotta fel magát, de csodával határos módon csak egy ártatlan ember halt meg a vérengzésben. Ez alatt Párizs belvárosában egy másik terrorkommandó lépett akcióba, 6 kávéház, bár és étterem teraszán összesen 39 embert öltek meg. A legnagyobb mészárlást a Bataclan nevű klubnál hajtották végre. Három fegyveres berontott a zsúfolt terembe, ahol 1500-an tartózkodtak. Válogatás nélkül lőttek mindenkire, túszokat is ejtettek. A rendőrök hosszas tűzharc árán vetettek véget az öldöklésnek, amelyben 90 vétlen ember vesztette életét, csak nem 200-an pedig megsebesültek. 7 évvel ezelőtt a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet hajtotta végre a merényleteket. Olyan francia és belga állampolgárok gyilkoltak, akik előzőleg már ültek börtönben. Aznap éjjel egy kivétellel mind meghaltak. Néhányan öngyilkos merénylőként vesztették életüket, a többiekkel francia kommandósok végeztek. Szalah Abdeszlam volt az egyetlen, aki életben maradt. Őt néhány hónap hajszó után fogták el Brüsszel Molenbeek nevű negyedében. Történelmi pere 10 hónapos tárgyalás után idén június 29-én ért véget. A párizsi különleges esküdtség tényleges életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte, ami a francia büntető törvénykönyvben szereplő legsúlyosabb büntetés.